mert ahova ezek járnak, oda járnak a szép nők, és ahova a szép nők, oda járnak a gazdag férfiak. A zöld vadásznál ettem, hogy sikató, gyerünk egy fröccsöt, ígyunk babát. A kávéházi tárgyak gyűjtése úgy jött, hogy egyszer találtam Ocska piacon egy pár ilyen tányért, tálat, és akkor bele voltak írva a kávéháznak a nevei, és valahogyan tényleg beleszerettem ezekbe, a tipóba, a helybe, elkezdtem utána nézni, hogy ez hol volt, és az lett a vége, hogy lett ebből egy 5000 darabos gyűjtemény. Nekem kizárólag csak budapesti a gyűjtés koncentrátuma. Tulajdonképpen nem is a tárgyak fontosak ma már, a tárgyak is, de maga az, hogy az egésznek van egy irodalmi, egy várostörténeti, egy tipográfiai, egy jelen kultúrtörténeti, van egy kontinuitás, kicsi múlt, olyan kézzel érinthető, olyan múlt, ami már nincs, de mégis van. A 18. és a 19. század kávéházairól persze, hogy kevesebbet tudunk, a 19. században már azért elég sok van Pest-Budán is, csak még akkor nem költözött Pest-Budára az irodalom. De amikor ez Pesten összpontosul, akkor jön el az a pillanat, amikor a szegény író, szegény költő megtelepszik a kávéházban, és ír róla. És innentől kezdve van információnk arról, hogy hogy néztek ki. A kultúra mindig csak egy a tejszínhab volt a kávén. Tehát mindenki azt hiszi, hogy tele volt a kávéház írókkal. Ez persze hülyeség, mert az írók nem voltak akkor se fizetőképesek. Nem tudta volna az irodalom eltartani a kávést. És erre valószínűleg az egyik Harsányitól van egy ilyen bölcsesség, amikor kérdezték tőle, hogy miért tűri ezt a hitelképtelen, fizetésképtelen, viselkedni képtelen művész népséget a kávéházában. Amire ő arra azt válaszolta, hogy kérem szépen azért, mert ahova ezek járnak, oda járnak a szép nők, és ahova a szép nők, oda járnak a gazdag férfiak. És ahogy van a pékeknek egy kávéházuk, ahogy van a marhakereskedőknek egy kávéházuk, tehát minden szakmának nem tudsz olyat mondani, aminek ne lett volna törzshelye Budapesten, elkezd a budapesti ember vagy a pest-budai ember a kávéházban élni. És emiatt a kávéházból lesz egy olyan felnőtt napközi otthon, amelyik a városi embernek, a pest-budai embernek az égvilágán mindenféle létszükségletére választad. Az azt jelenti, hogy ő ott kap enni, kap inni, de a legfontosabb szolgáltatás az az információ. Ott van az összes újság, írott információ, és ott van az összes szóbeli hír és pletyka és üzleti info, ami őt élteti. És a kávéházak feliratozták a csészéiket, amiért most azért lehetünk nagyon hálásak, mert mint minden feliratos edényt a világ minden táján a mai napig, ezeket lopták. És ha nem lopták volna, akkor most nem lenne Gyulának gyűjteménye, mert amikor egy kávéház bezárt, átnevezték, és az egész ment szemétre, széthorták az alkalmazottak, vettek újat, gyártattak újat, és rengeteg olyan van, ahonnan meg nem maradt fönt egy se. Hosszú évek után rábukkanok egy olyanra, amin felirat van, és hirtelen összeáll, hogy ez a tárgy honnan is van. Maga a gyűjtemény nem csak porcelánból és alpaka tárgyakból áll, hanem különböző bútorokból és rengeteg papírárúból. Tehát minden, ami a kávéházakban megfordult. Vannak standard kávéházi asztalok, ez most pont ez az. Az a japán kávéházból van az asztal, ebből az országban köztudottan két darab van, amit ismerünk, egyik az Iparművészeti Múzeumban van, ahova 2009-ben került be, a másik pedig itt van. Van a sima kávéház, van a zenés kávéház, illetve és a káfé-resztoran, és amikor tól van káfé-resztoran, onnantól számíthatunk például az edények között már leveses tányérra, meleg kajához való, nagyon szép föliratos edényekre. Tudni kell, hogy azért a felszolgálás az nem olyan volt, mint ma. Azokat, amit ma az étteremben megrendelünk és elfogyasztunk, azokat 100 évvel ezelőtt 5-ször annyi különböző evőeszközzel, kísérő edénnyel és felszolgálási móddal tették. Hozva nekem egy pohár konyakot, tegyem bele egy vizes uborkát, az paprikázza meg jól, és mielőtt idehozza, vigye oda a főnökinek. És mutassa meg neki, mondja, hogy Fekete úr így rendelte. Na miért kérem? Hogy az a gazember láss, hogy aki ebbe a kávéházba jár, az nem normális. Például van egy ilyen kis pohár, ez a kis üvegpohár, a Nikebelnes pohár,
amiben más, kifejezetten másnaposságra szolgáltak föl benne, alul valamiféle snapsot, vagy valami rosszabb ízű pálinkát, és fölülre odaütöttek egy tojássárgáját, és ezt jellemzően a WC mellett szolgálták ugye fel. Hosszú ideig tartott, egy reggeli alatt, ha kihozzuk a pécsit, és nagyon hamar kihűl, és ennek az aljában volt még egy kerámia rács, és azon volt a vízli, és végül is ő maga gőzében meg ideig melegen tartotta. Budapestben én már nem tudnám mondani, hogy az egy kávéház, de Bécsben viszont még 100 helyet mutatnám, és az a élő bizonyítvány, hogy ez egy életképes műfaj. Nekem iszonyúan hiányzik itt egy komoly kávéház. Tehát van a New York, ami azért nem komoly, mert ott a japán nagyon boldogul, meg a valamilyen turista. Kicsit a centrális, a centrál egy kicsit jobban Budapesthez fűződik. Budapesti kávéház pusztítás nem volt a szocializmusban, hanem a harci időben. Már akkor is kiderült, hogy ezek az iszonyú nagy, elegáns helyeket kávéval nem lehet fenntartani. És akkor kezdték mindenféle ételmet bevitték, akkor a zenekart. Tehát akkor ez mind egy jel volt, hogy a kávé maga, a kávéház, az Budapesten, én azt gondolom, nem volt elég stabil a gazdaság, a polgári gazdaság sem. Bécsben azért, Bécs ez egy gazdag hely, és a gazdag embernek, annak a része a gazdaságnak a része az időgazdag is. És az ember nem időgazdag, hanem úgy siet és rohan, mint a budapesti, akkor tulajdonképpen hiába van segged, de nem ülhet. Ilyen nagyon nehéz ezt a nyugalmat, és azt a, hogy ez nem elveszett idő, amikor én látszólag semmit nem csinálok, hanem ez talán a legértékesebb idő.